Ők a felsővárosi óvi legkisebb gyerkőcei, azonban hamarosan új óvisok érkeznek, hiszen az óvodai beiratkozások hétfőn és kedden zajlanak város szerte. A tapasztalat szerint mindenhol nagy az érdeklődés. A város óvodáiban igen nagy az érdeklődés, már azok a szülők is érdeklődnek, illetve megjelennek, akiknek a gyermeke 2010 évelején született. Az intézmény nagy népszerűségnek örvend, sokan hozzák ide gyermeküket. Környékül lakunk, tehát ide tartozunk ehhez a körzethez, mert az anyukám itt dolgozik a szomszédba, és gondoltuk, hogy ez így mind a kettőnek kedvező lesz. Az óvodák azokat a gyerekeket fogadják, akik ez év augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. Az önkormányzat fenntartásában egyébként 20 óvodában folyik a nevelő-oktató munka, plusz egy speciális óvoda is működik a városban. Ebben az időszakban zajlik egyébként az iskolai beiratkozás is. A beiratkozás a mai napon rendben zajlik, éppen folyamatban van, április 2-án és 3-án, tehát ma, illetve a holnapi nap folyamán lehet ezt megtenni. 8 és 12, illetve 13 és 18 óra között várják az általános iskolák és az óvodák is a beiratkozó gyermekeket és szüleiket. Iskolát pedig azoknak kell választaniuk, akik 2006. május 31-e előtt születtek. Az oktatási iroda nyilvántartása szerint 1281 leendő elsősnek kell beiratkoznia valamelyik iskolába. A beiratkozáshoz feltétlenül szükséges a gyermek lakcímkártyája és születési anyakönyvi kivonata, de nem maradhat otthon a gyermek egészségét, fejlettségét bizonyító orvosi igazolás, valamint az iskola érettségét bizonyító óvodai szakvélemény sem.